2021-es Magyar Darts-liga Nyugat-Dunántóli régiójának 5. szombathelyi fordulóját rendezték csütörtök este a Haladás sportkomplexumban. A szokásokhoz hűen ismét szép számban összegyűltek a környék legjobb dárcosai. Összesen 40 indulóval rajtolt el a verseny. A rendező szombathelyi dárcklub SE versenyzői bizakodva és jó formában várhatták a hazai fordulót, hiszen remek eredményeket értek el az utóbbi időben. Hát most az utóbbi időben azért voltak szerencsére rendezések. A múlt héten Érden volt egy csapat magyar kupa, illetve volt egy egyéni nemzeti forduló. Többen eljutottunk a 32-es főtáblára, 17. helyen végeztünk tulajdonképpen hárman. A csapatfordulón a fiatalokból álló csapatunk a 9. helyen, a titánok, az idősebbek pedig a 17. helyen végeztek. A szombathelyi egyesület az utánpótlás nevelésben is jeleskedik, aminek eredménye, hogy a klub fiataljai is egyre markánsabb eredményeket tudnak felmutatni. A szombathelyiek egyik legnagyobb reménysége a 17 éves Dobos Dávid, aki meghívót kapott a magyar ifjúsági válogatottba. Mondhatni jó eredményeket sikerült elérnem az utóbbi időben, hiszen sikerült bekerülnem az ifjúsági válogatottba, akikkel játszottunk egy edzőmérkőzést az angol válogatott ellen, és sikeresen legyőztük őket 34-33-as összesítéssel, illetve az Érd Openen sikerült egy 5. helyet elérnem, illetve itt a ligákon sikerült néha jó helyezést elcsípnem. A nagyszerű hangulatú szombathelyi versenyen Dobos Dávid végül a 2. helyen zárt. Kozmor Józseftől kapott ki a döntőben. A tornán a kiváló színvonalú legek és meccsek mellett a dartsban lehetséges legnagyobb kiszállót is láthattunk. Kálmán Lehelnek 170 ponttól sikerült 3 nyillal befejezni a játszmát, amivel megnyerte a külön díjat. Te valószínű?